Köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Látószög magyar nyelvű magazin műsorunk novemberi adását látják. Ebben a hónapban is izgalmas témákkal várjuk Önöket. Nézzük, mit kínálunk mai műsorunkban. November elején megalakult a Városi Képviselőtestület Füleken. Év végéig elkészül a Füleki Vár új színpada. A Városházán fogadták a füleki gimnazistákat. Ősszel több mint 1000 diák vett részt ingyenes színházi előadásokon a Füleki VMK szervezésében. A Csend végtelen volt és sötét címmel jelent meg Gál Lajos geológus könyve. November 8-án először ült össze az újonnan megválasztott városi képviselőtestület. Agó Csatilla újra választott polgármester letette esküjét. Helyettesévé Visnyai Attillát nevezte ki, aki eddig is betöltötte a posztot. Az ülésen esküt tett minden új képviselő. A testület ebben a választási időszakban kizárólag a szövetség által jelölt képviselőkből áll majd. A 13 tagú testületben 9 férfi és 4 hölgy foglal helyet. Ők a következők. Anderko Zoltán, Fehér László, Gallo Csilla, Kelemen Erik, Kerekes László, Mede Sándor, Nagy Csaba, Orosz Margit, Rubint Róbert, Szvorák Dávid, Tankinató Tímea, Visnyai Attila és Zubko Teréz. Beszédében a polgármester összefoglalta a kampányt, tájékoztatott a fejlesztési tervek folytatásáról és felszólította a lakosságot, hogy kapcsolódjon be a város fejlesztésébe. Mint elmondta, különösen fontosnak tartja, hogy megerősítsék a fékek és ellensúlyok rendszerét. Ennek első lépéseként a szakbizottsági tagokról szóló szavazáson a képviselőkkel több tagot javasoltak ellenjelöltjeik közül, akik nem szereztek képviselői mandátumot. Tették ezt azért, mert úgy vélik, hogy tudásukkal és észrevételeikkel hozzájárulnak a szakbizottságok kellő egyensúlyához, valamint hogy a nyilvánosság szélesebb részvételét is biztosítani tudják általuk. A városi tanács tagjai titkos szavazás eredményeként a következők lettek. Visnyai Attila, Fehér László, Rubint Róbert, Szvorák Dávid és Tankinató Tímea. Megalakultak továbbá a képviselőtestület állandó szakmai bizottságai is. Ezek a következők. Városi Vagyonkezelő és Pénzügyi Bizottság, Építési, Környezetvédelmi és Területrendezési Bizottság, Szociális és Egészségügyi Bizottság, Régiófejlesztési, Vállalkozói és Idegenforgalmi Bizottság, Oktatásügyi, Ifjúságügyi Bizottság, Sportbizottság, Kulturális Bizottság, Közrendvédelmi és Közlekedési Bizottság, valamint a köztisztviselői feladatok ellátása során a közérdekvédelmivel foglalkozó bizottság. Idén fejeződik be a középső vár komplex felújítása, amely több részre oszlott. A renováció utolsó fázisaként lecserélik a Bebek torony mögött lévő színpadot. A felújítási munkák az idei év végéig lezajlanak. A Füleki Vár Múzeum és Fülekváros a felújítási munkákat különböző pályázatokból finanszírozta. A régi színpad cseréjét a Besztercebányai megyei önkormányzat 10.000 euróval támogatta. Az egész csere az 14.000 euróba fog kerülni, ezt a többletköltséget azt a Füleki Vár Múzeum önköltségből, saját költségekből fogja fedezni. Maga a színpad az 2008-ban épült meg, viszont mivel egy ilyen járó felületről van szó, a különböző védőrétegek, vagy ezek, amiket fölvisznek ezekre a fa felületekre, sokkal gyorsabban lekopnak, ezért a megrongálódás és színpadnak ez sokkal gyorsabban történik. A munkálatokat a rimaszombati Euroart Kft. Végzi, a terveket pedig Peter Nyizsnyanszki építész készítette. Az új pódium tölgyfából készül, amely a legideálisabb anyag külső felületek borítására. Az acéljáró felületeket pedig horganyzott lemezlapokra cserélik, hogy azok a rozsdásodás ellen védve legyenek. Ez a színpad a Füleki Vár Múzeum által rendezett, a középső varban rendezett rendezvényekre szolgál. Például ilyen a múzeumok és galériák éjszakai, amit minden évben a varban szoktunk rendezni, és ennek nagyon nagy a látogatottsága is. Ez a színpad, ez vezet a Bebek toronyba is, úgyhogy folyamatosan járás során használják a turisták is, úgyhogy nagyon fontos az, hogy megfelelő állapotban legyen, nehogy valami baleset történjen. Az új tölgyfaborítású pódium az idei év végéig elkészül, így jövő tavasszal már birtokba vehetik a látogatók.
November 5-én fogadták a város előjárói a Füleki Gimnázium elsős diákjait. Az évszázados hagyomány szerint kiváltságleveleket adtak át nekik. Ezek alapján tanulmányaik idejére a város tiszteletbeli polgáraivá válnak. Szép szokás a Füleki Gimnáziumban, hogy az iskola első éves tanulóit a városházán köszönti a polgármester, és átadja nekik a város kiváltságlevelét. Az okiratot idén az első A, az első B és az első C osztály kapta meg. A gimnazisták avatása alkalmából Fülekváros évek óta hagyományosan fogadja az elsős gimnazistákat saját területén. Odaajándékoz nekik egy kiváltságlevelet, amely emlékezteti nem csak a füleki diákokat, hanem a gimnáziumba messzebbről érkezőket is, hogy 4 évig Füleg teljes jogú polgárának tekintjük őket, és hogy ez nem csupán kiváltságokkal, hanem bizonyos kötelességekkel is jár. Az osztályfőnökök örömmel mutatták be az ifjú generációt a város vezetésének. Mi a Füleki Gimnáziumban nem csak őrizzük, hanem éltetjük is a hagyományokat, úgyhogy a középkori diák szokásokhoz hasonlóan a felsősök fogadják az elsősöket, tulajdonképpen beavatják vagy megkeresztelik. A Quinta osztály, amely a gimnázium történetében először van, hogy felsős gimnazistával váltak az alsós kisgimnazisták, 15-en vannak, nagyon tehetségesek, el lehet róluk mondani, hogy szinte minden területét az életnek lefedik, nagyon jó színjátszók, nagyon jó versmondók, igazi közösségi emberek, sportolók, és hát a matematika, fizika területén is nagyon sok sikert érnek el. Örülünk, hogy 19 tanulót üdvözölhetünk az osztályban. 15-en indultunk szeptemberben, és aztán jöttek még hozzá 4-en, és így lettünk most 19-en. Egy nagyon lelkes csapat jött össze, úgy gondolom, hogy fognak csatlakozni a kvintásokhoz, és ők is ugyanolyan sikereket fognak elérni közösen, külön-külön is, mint és öregbítik Fülekvárosnak és a gimnáziumnak a hírnevét. Ebben az évben a első C osztályfőnökeként vagyok itten. Ez egy kis osztály, kis garda, de nagyon ügyes gyerekek vannak itten, és nagyon jó velük együtt lenni az osztályban. Jókedvűek, hát igazán még valamennyi nagyon gyerekesek, de nagyon reméljük, hogy nem sokára igazi gimnazisták lesznek. Szepesi Panni Dorina már évek óta a Füleki Gimnázium diákja, és remek választásnak tartja ezt az iskolát. Ez az 5. évem, hogy a Füleki Gimnáziumba járok, és nagyon szeretem ezt az iskolát, szerintem fontos Fülek számára, és mindig figyeltük, amíg kisgimisek voltunk, hogy készülnek az avatásra, és hogy mindig belegondoltunk, hogy vajon milyen lesz majd, hogyha mi is elsős gimnazisták leszünk, és most itt vagyunk, és nagyon örülünk ennek. Az esemény záró részeként a polgármester átadta az osztályfőnököknek a város kiváltságlevelét. Az okirat értelmében tanulmányaik alatt mind a füleki, mind a járás vagy kerület egyéb községeiből és városaiból érkező diákok Fülekváros köztiszteletben álló polgárainak minősülnek. Ugyanakkor kötelezi őket arra, hogy viselkedésükkel példaképül szolgáljanak minden fiatalnak, a művelődés terén pedig olyan eredményeket érjenek el, melyekkel öregbítik a műveltség helyi kiemelkedő bástyájának tekintett iskolájuk és városuk jó hírnevét. A 7 tantermi foglalkozáson, illetve kamara előadáson összesen 10 alap- és középiskolai osztály vehetett részt. Több forrásból is sikerült ezt a 11 előadást megvalósítani. Egyrészt a Kulturális Minisztérium támogatásával, a Kulturális Utalványok segítségével, illetve a Kisebbségi Kulturális Alap támogatásával, és ugye egy pályázati támogatáshoz mindig saját forrás is kell, tehát a maradék részt pedig a Városi Művelődési Központ tette hozzá. Október 13-án a Wecker műhely tartott 2 magyar nyelvű színházi nevelési műhelyt a gimnázium tanulóinak, Viadukt címmel. November 24-én pedig a 2. Kohár István alapiskola tanulóihoz látogattak el a Weckeresek. 2 9-es osztállyal az iskolai zaklatás témáját dolgozták fel, a Nem csináltam semmit című színházi nevelési műhely keretében. Próbáltunk saját történeteket felidézni, hogy amikor mi gyerekek voltunk, akkor hogy történtek ezek a dolgok, és mindig arra lyukadtunk ki, hogy ezek igazándiból néha bagatell dolgok, néha apróságok, és azokból aztán valahogy kialakulnak nagyobb helyzetek, vagy komolyabb helyzetek,
és valahogy ez elkezd így hömpölyögni, és duzzadni, és dagadni. Ezt nagyon egyszerűen meg lehetne oldani, és ki lehetne beszélni, de mégsem ezt a megoldást választják gyakran az emberek, vagy a gyerekek. Az idei tanév második fél évében sem maradnak a diákok színházi előadás nélkül. Covid időszak előtt is rendszeresen volt, hogy a szlovák és magyar nyelvi előadások mellett legalább egy angol vagy angol-szlovák nyelvi előadás is volt. Ezt a jövő évre is tervezzük, és természetesen a nagyobb rendezvényeink keretén belül a gyerekprogramokban szintén megjelennek majd akár a palucnapok keretében, akár a gyereknap keretében szlovák és magyar nyelven is színházi előadások gyerekeknek. A Füleki Városi Művelődési Központ és a Juvenis Neogradiensis Polgári Társulás egy új sorozatot is elindított, az Aprók Tánca címet viselő játszó és táncházat a legfiatalabb korosztály számára. Ennek része egyrészt egy babafoglalkozás vagy ringató foglalkozás a legkisebbeknek, illetve utána főleg az alsó tagozatos korosztálynak népi játékok, táncház, népdaléneklés, amelyben közreműködőként a Rakonca egykori táncosai is részt vesznek, akik tanítják ezeket a táncokat, illetve az énektanítást a Foncsik ének együttes, az élőzenét pedig a Filebanda szolgáltatja. Ez havi rendszerességgel zajlik, és ezt szeretnénk folytatni majd a következő évben is. Ezen kívül megvalósult a Zenés Évszakok című komoly zenei programsorozat is, melynek záró eseményére december 2-án került sor. A Csend végtelen volt és sötét címmel jelent meg dr. Gál Lajos könyve, amit a Füleki Városi Könyvtárban mutattak be. A rimaszombati geológus és barlangász kötete 41 fejezetből áll. A személyes hangvételű kötet bepillantást enged a föld alatti patakok, cseppkövek világába, és emléket állít elhunyt barlangkutató társainak. Hát szerencsétlen ott maradt a barlangba, ott fagyott meg, ott halt meg, és kihúztak ezt a kollégák. A kultúrtörténeti, helytörténeti és speleológia történeti kötetet Szászi Zoltán író-publicista mutatta be, aki egyike volt azon barátoknak, akik biztatták Gál Lajost a könyv megírására. Egyszerre szakma és egyszer olvasmányos munka. És ma már az ilyen ritka. Lehet, hogy divatja van a memoárírásnak, de az ilyenfajta memoárírás, amire Gál Lajos képes, azt nem mindenki tudja csinálni. Ő hozzáadja azt az ízt, ami csak ő. A képekkel gazdagon illusztrált könyv a 20. század második felének a szerző által megélt évtizedeit meséli el. A sötétség birodalmába leereszkedni azonban nem veszélytelen. A barlangban rengeteg sok minden történhet, és felelőtlenül menni egy ilyen sötét, sáros, vizes világba, az nem mindig végződik jó. És a fiataloknak szántam ezt a könyvet elsősorban azzal, hogy élményt is szerezzek. A könyvet még a koronavírus járvány berobbanásakor kezdte elírni. Segítségére volt naplója is, amely a régi barlangász rendezvények jegyzeteit tartalmazta. A barlangok nagyon értékesek a biológusoknak, a mineralógusoknak, a geológusoknak, mindenkinek. Az nem öncélú sport, hanem egy tudomány, ami hasznot hoz az emberiségnek. Gál Lajos Japán és Európa számos barlangjában megfordult. A leghosszabb barlang, amelyet sikerült feltárnia, az 1570 méter hosszú Podbanyistye. A legérdekesebb pedig a magnezit bányák felfedezése volt. Szakmai szempontból természetesen a magnezit barlangok, mert nem voltak ismertek addig Szlovákiába, hát mindenki csak a cseppköves barlangokat kutatta. Ezek a magnezit barlangok és a vulkáni barlangok például. A gázrobbanásosal, a ragácsi barlang, a selmeci, szezán barlang, ezek voltak a legkiemelkedőbb eredmények. Mindezen történetek mellett olvashatunk a rimaszombati cserkészetről is, hiszen a szerző és édesapja is cserkészkedett. A kötetben az ő anekdotáival is találkozhat az olvasó. Gál Lajos jelenleg következő kötetét állítja össze, melynek témája a rimaszombati cserkészet lesz, amely jövőre ünnepli 110. évfordulóját. November elején megalakult a Városi Képviselőtestület Füleken. Év végéig elkészül a Füleki Vár új színpada. A Városházán fogadták a füleki gimnazistákat. Ősszel több mint 1000 diák vett részt ingyenes színházi előadásokon a Füleki VMK szervezésében. A Csend végtelen volt és sötét címmel jelent meg Gál Lajos geológus könyve. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, remélem kedvükre volt magazinunk kínálata. Legközelebb is várom önöket, tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!